Dabas Diego KC Győr 31-29, én gratulálok a mai győzelemhez. Annak a fényében ugye, hogy múlt héten volt egy vereség a bajnokság első fordulójában. Én ilyenkor mindig rátekintek a mérkőzés végén, és megint kövek estek le a szívedről, Szacsa. Így van. Természetesen nagyon fontos volt számunkra ez a mérkőzés. Mindig nagyon jó dolog egy rangadót megnyerni, ez most is nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy nagyon jó reakció volt a csapat részéről az előző hétvégi gyengébb teljesítmény után ez a mai mérkőzés. Jól kezdtünk, nagyon jól működött a 3-2-1-es védekezésünk, megvoltak azok a fajok számok, amik kellenek ennél a védekezés fajtánál. Dulában Orbán megint 60 percen keresztül kiválóan védett, és a labdaszerzéseinkből, kikényszerített hibákból rögtön az elején gyors indításgólokat tudtunk lőni. Így el is húztunk egy 3-4 góllal. Itt már talán az első félidőben lehetett volna nagyobb különbség, de itt a támadó játékban az első félidő végén egy kicsit úgy megálltunk. Bár előtte néhol még tényleg ilyen érett játékot is mutattunk, de itt az első félidő végén voltak aztán potatlanságaink. Ennek következtében kaptunk indítás lerohanás gólokat, illetve a nyitott védekezés következtében nagyon agresszíven és jól támadott a Győr. Sok 2 perces kiállítást kaptunk, úgyhogy már itt több játékosnak is, kulcspozícióban lévő játékosokban volt már 2 percük, illetve Mazák Lajosnak 2 perces kiállítása, úgyhogy ezért arra kényszerültünk, hogy visszalépjünk 6-os falra, de 6-os fal, nagyon örültem, mert jó működött, jó kapcsolatban volt a fal a kapussal, és itt az második félidő elején ennek következtében sávokba kényszerítettük a lövéseket, ahol Norbi ezeket megfogta, és megint tudtunk indításgólokat lőni. Támadásban is jól teljesítettünk, sokkal jobban, mint előző héten, főleg itt az átlövő teljesítményekre gondolok elsősorban, és már 7 góllal is vezettünk, és sajnos valahogy itt megint talán egy tudat alatt egy kicsit megnyugodtunk, ennek következtében voltak hibáink, ami megint elbizonytalanított bennünket, és sajnálom, hogy a végjátékban már megint izgulni kellett ahhoz, tehát hogy itthon tartsuk a 2 pontot, viszont a kellő a fontos szituációkban helyén volt a csapatnak a szíve, és közösen sikerült elérnünk ezt a bravúrt, és itthon tartottuk a 2 pontot. Azért nagyon kicserélődött a Győr az előző évhez képest. Ez a csapat, ha jól emlékszem, 3 éve szinte érintés nélkül megnyerte a bajnokságot, nagyon nagy nevű jó játékosokkal. Aztán úgy kicsit szétszélettek, és most megint összeállt ez a társaság. Ez teljesen más csapat, mint amíg tavaly volt. Tavaly igen, egy fiatal, nyitott védekezésben jeleskedő, ügyes társasággal találkoztunk, ahol igenis meggyújt a bajunk a 3-2-es védekezésükkel, illetve ahogy jöttek ránk, középkezdéseket tekintve, lerohanásokat tekintve. Itt pedig egy érettebb, komolyabb játékot képviselő Győr ellen találkoztunk. Örülök neki, hogy itt az utolsó 3 mérkőzésen, tehát mindegyiket sikerült megnyernünk. Nagyon remélem, hogy tavasszal is Győrben sikerül majd győznünk, de azt gondolom, hogy ez a Győr sok pontot fog még szerezni, és például a riválisainkat is meg fogja verni, főleg hazai pályán. Hát Szombaton 100 halombatta. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években is mindig is riválisa volt a csapatnak. Hogyan készültök rá? Igen, ez mindig egy presztízs mérkőzés, mindig egy rangadó, akárhol is áll a 100 halombatta, vagy mi a tabellán. Ez így volt tavaly is. Általában itt a végletekig kiélezett parás hangulatú mérkőzéseket játszunk egymás ellen. Most is úgy gondolom, hogy hasonló mérkőzésre számíthatunk. Nagyon nem szabad megnyugodnunk attól, hogy most tényleg egy rangadót nyertünk. Itt nyugodtabban készülhetünk, de megnyugodni nem szabad, mert Szászhalombattán is egy mint ahogy az egész bajnokságban szinte minden csapat nagyon komoly színvonalat képvisel, és ha mi játsszuk a játékunkat, és azért bebizonyítottuk ma is, meg már itt a hétközi kupamérkőzésen is, hogyha mindenki azt csinálja, ami a feladata, és
olyan paszban vagyunk, akkor bárkit meg tudunk verni, és nagyon jó időszakaink vannak bizonyos tehát mérkőzéseken, és ez kell, hogy ezek a jó időszakokat kitolni, és nem 30 percig, 40 percig, hanem 60 percig olyan hőfokon és olyan koncentráltsággal játszani, és akkor azt gondolom, hogy el tudjuk onnan hozni Szászhalombattától is a 2 pontot. Gratulálok a mai győzelemhez. Nekem a nézőtérről rendkívül élvezetes mérkőzésnek tűnt. Hogy érezted magad bent a pályáról? Köszönöm szépen, jól éreztem, főleg, hogy azért nyertünk a végén. Bár úgy érzem, hogy végkézben tartottuk a mérkőzést, tehát egy percig sem forgott veszélybe a győzelmünk. Ilyen tipikus első hazai mérkőzés volt a bajnokságban, úgy érzem. Készültünk rá, sokan ki is jöttek a szurkolók, aminek azért nagyon örülünk. Szerettünk volna bizonyítani, ugye 2 kudarc után vagyunk, kiestünk a kupából, és az első fordulóban kikaptunk, ugye Szentendrén mindenképpen szerettünk volna nyerni. Motivált volt a csapat, úgy érzem, jól fölkészültünk a Győrből. Tavalyhoz képest erősödött a Győr, tehát nagyon játékerőt képviselnek. Úgy érzem, hogy ők is fölkészültek, akár meglepetés is akartak volna okozni, de nem sikerült, mert még egyszer mondom, kézbe tartottuk végig a meccset. A taktika része volt az egyébként, hogy az első és a második fél idő elején, mondhatjuk azt, az első 10 percben egy 5-6 gólos előnyt tettetek szert, aztán picit visszaálltatok? Nem volt a taktikának a része, csináljuk az első percről a 60. percig. Persze voltak hullámvölgyek ezen a mérkőzésen is, amikor másik fél idő közepétől már följött egy kicsit a Győránk, de úgy érzem, hogy nem forgott veszélybe a győzelmünk. Minden vesztes mérkőzés után az ember szerintem rosszul alszik, legalábbis én így vagyok ezzel. Másnap viszont új nap van, és hál' Istennek azért jönnek folyamatosan a mérkőzések, és úgy érzem, hogy azért valamennyire el tudtuk felejteni. Nagyon jó kapus a Norbi, úgy érzem, hogy elég jó fal is van előtte, tehát nagyon jól összedolgozik a védőfalunkkal, úgyhogy nagyon nagy szükségre van rá. Ugye te már az előző idént is a csapatnál töltötted, viszont most rendkívül sok új játékos érkezett, és nagyon sok régi játékos ment el a csapattól. Mennyire nehéz most így? Tavalyi szezonban is, amikor én ide kerültem, akkor is sokkal jöttünk újak, tehát nem egyszerű. Az edzőnek se a dolga, a játékosnak se, be kell építeni az új játékosokat, be kell épülnünk. Most is nagyjából ugyanez volt, én úgy érzem, hogy az alapozásunk az jól sikerült. Felkészülési meccseken is már azért nagyon sok pozitív dolog kijött, amit elvárt tőlünk a vezetőség, az edző, és szépen lassan összecsiszolódunk. A legtöbb gólt előtted a mérkőzésen? Nem számoltam, nem tudom, hogy a többiek már hány gólt lőttek. Örülök neki, hogyha ezzel tudom segíteni a csapatomat. Mik a távolabbi célok? Gondolok itt az őszi szezonra, illetve beszéltünk már az edzővel erről, azt mondta, hogy a dobogó vagy a dobogó közeli hely. Te hogyan érzed ebben a csapatban, mi van benne? Én számokban nem szeretnék így belemenni. Amit a Szacsa is mindig mond nekünk, meg bárkinek, aki kérdezi tőle, nekünk úgy kell kimenni minden mérkőzés, hogy meg akarjuk nyerni. Aztán, hogyha sikerül, akkor örülünk neki, ha nem, akkor szomorkodunk, de csak ilyen hozzáállásra van szükség szerintem. Jövő héten Szászhalombatta, a másik nagy mumus, mondhatjuk azt a bajnokságban, hogyan készültök rá? Most majd jövő hét elején még a frissítésé lesz szerintem a szerep, ugye már holnap edzéssel kezdünk egyből. Azért fárasztó mérkőzés volt, fárasztó hetünk volt ugye ezzel a 2 meccsel. Aztán a hét közepétől elkezdünk készülni, és nagyon bízom benne, hogy idegenben tudunk nyerni Szászhalombattán. Nem árulunk-e nagy titkot, ha azt mondom, hogy ugye utánpótlás csapatot is edzesz itt a Zobó Arénában? Idéntől erőléti edzőként elkezdtem dolgozni, most végzem az iskolát egyébként. Utánpótlásban dolgozom, most alakul még ki így a kép, mert lesz még a klubnál egy erőléti edző, aki nagy tapasztalattal bír, őtől nagyon sokat fogok szerintem tanulni. Ő most fog csatlakozni a csapathoz októberbe. Szerettek fiatalokkal dolgozni, ugye tavaly évben is már dolgoztam, ugye a más beosztásba, de imádom, hát ugye nekem is van kislányom, nagyon szerettem a gyerekeket, és jó látni, ahogy fejlődnek a kezeim alatt. Magtelevízió. Önökért vagyunk.